Hellosztok, skacok! Most egy új programot fog bemutatni nektek, ami nemrég került a kezembe, és ennek a játéknak a címe az, hogy Shadow Man. És ez egy 1999-es játék volt, ami annó rengeteg sok platformra megjelent. Többek között csak a durvábbakat említem. Nintendo 64-re, PlayStation-re. Ez ugye a PC-s verzió, amit most fogunk tesztelni. És még PlayStation 4-re is kiadták. Állítólag akkora sikere volt ennek régen, hogy ihaj, csuhaj. Néztem egy-két fórumot, és ott írják a srácok, hogy gyerekkoruk egyik legjobb játéka volt Nintendo 64-re. Hát nekünk nem volt ugye Nintendo 64-ünk sajnos, de hát el tudom képzelni. Ez tényleg egyébként annó biztos, hogy jól nézhetett ki 90-es években. Mai szemmel már eléggé, úgymond a ratyinak tűnik, de hát el lehet vele játszani szerintem. A történet eléggé érdekes. Nagyon nem akarok belefolyni a történetbe, mert rohadtul hosszú, meg hát azért itt beszélhetnék róla rengeteget. Történet hasfelmetsző Jackkel kezdődik, akit meggyőz egy ilyen érdekes figura, hogy csatlakozzon a úgymond zárójelbe téve sötét oldalhoz, és építsenek együtt egy templomszerűséget, ahol majd az embereknek a, ezt a sötét lelküket, vagy valami hasonlót begyűjtsenek. Ez biztos tetszett volna nekünk ez a játék régen. Elég kevés ilyen fajta játék volt, amit hát ugye nem akartak betiltani, vagy egyáltalán megengedtek, hogy létrejöjjön. Na most az egész intrót azt nem tudom bemutatni nektek. Jobban mondom, be tudnám, de akkor bealudnátok. Hogyha érdekel titeket, akkor a Quick Play-ben ott végig lehet nézni az egészet. Itt a bemutató kedvéért nem akarom túlhúzni a dolgokat. Ezért csak úgy nagyjából elhadarom a történet egy részét. És akkor úgy aránylag képbe lesztek. Tehát egy ilyen katedrálist kell építeni, akkor igen. Ezeknek a sötét lelkeknek, amiket majd be akarnak ezek ugye gyűjteni. Mi pedig a Shadow Man-nek a szerepében fogunk játszani, akinek meg kell akadályozza ezt az egészet. Ugye itt hasfelmetsző Jack megöli magát, hogy átkerüljön a más világra, és ezáltal elkezdhesse a sötét munkáit. És mi egy ilyen eléggé érdekes amerikai stílusú városnegyedben kezdünk. Ilyen Harlem-szerű helyen. Kicsit ilyen idegennek tűnünk. Ahol egy ilyen voodoo boszorkánnyal töltöttük az éjszakát, úgy nézem. És majd itt ez a bossi ez elmagyarázza, hogy nekünk meg kell, hogy állítsuk ezeket a figurákat, mielőtt a világunkra eljön a vég. A lényeg az, hogy mi ezt a figurát, ezt a Shadow Man-t fogjuk alakítani, aki képes arra, hogy a két világ között ide-oda mozogjon. Most mind a két világban máshogy néz ki, és mások a fegyverei is. Ez volt, ami érdekes volt a játékban szerintem, és a játék során bármikor közlekedhetünk mind a két fajta világban. Van ez a Shadow World, ez a, az a világ, amiben átmehetünk, vagy pedig a, gondolom én, a rendes világ. Figuránknak elég érdekes a váltartása, de hát ezt most nézzük el. Ez, ami nekem szembetűnő volt. De a többi az ugye aránylag rendben is volt számomra. Na, akkor ugorjuk is az intrót, és már is itt vagyunk, ezen a helyen. Elég érdekes.
amit a főhősünk csak úgy hív, hogy a az univerzumnak a segjuka. Utálja ezt a helyet, úgy nézem. Na és hát itt kezdődik az akció. A játék az eléggé sok olvasnivalóval bombáz minket. Amit igazándiból nem volt kedvem végigolvasni. Mindenféle érdekes akták tömkelege. Igen, hát unatkozni nem fogsz, ha olvasni szeretsz játék közben. Hasonlít egy picit a Kingpin című játékhoz. Ott volt hasonló grafikai megoldás, ugye? Na, de akkor ugorjuk ezeket az átvezetéseket. Ezek rohadtul hosszúak. Ami még érdekes volt itt, mert mindjárt meglátjátok, mit nem hagyok ki. Amikor itt hozzájutunk a fegyverhez, akkor itt ki is akartam rögtön próbálni, és elkezdtem lövöldözni ezt a voodoo... Hát én bosszorkánynak fogom hívni a voodoo bosszorkányt. És elég érdekes szöveget tol itt a csaj, miközben ürítem bele a tárat. Én beszólásokat nyom, hogy ne zaklassál már, hanem ugye lóduljál mennyire a dolgodra, mert nincsen erre idő. Nem tudja, hallhatatlan a csaj. Érdekes, nem? Ezen jókat nevettem. Na mindegy. Itt a kutyák azok betámadtak, miután az egyikre rálőttem, úgyhogy sajnos el kellett, hogy intézzem őket. Ilyet mostani játékokban nem tudom, hogy mernek-e rakni. Hol egy csapat kutyuskát lövünk halomra. Így megfulladunk, hogyha nem veszünk levegőt időbe. És hát ennek a macinak a segítségével jutunk át egyik világból a másikba. Itt jelen esetben átmentem ebbe a Dead Side-ba. Tehát ezt a helyet úgy hívják, hogy Dead Side. Belefutottam egy kígyóba, akivel eléggé hosszasan elbeszélgettem. Most ezt se fogom megmutatni, mert rohadt hosszú volt a beszélgetés, de hát részleteket mutatok belőle. Ebben a világban máshogyan nézünk ki, és a fegyverünk is már egy ilyen energia alapú fegyver. Mindenféle zombik vesznek körül minket. Mindenféle szenvedő pokolteremtmények. Ezekre oda kell figyelni, mert ártatlannak tűnnek, de amikor közelükbe mész, akkor megpróbálnak téged lenyomni. Ezeket, mikor kinyírod, akkor megkapod a lelküket, ami gyógyító hatással van rád. Egyébként a játék szerintem nem könnyű, tehát eléggé nehéz, az viszont tetszett, hogy amikor megölsz valakit, akkor az meghalt. Szóval még akkor is, ha újra kezded azt a pályát, mert mondjuk meghaltál esetleg, akkor azok a halottak már nem élednek föl. Tehát csak akkor élednek föl, hogyha, vagy akkor respawnolnak, hogyha már te újra töltöd azt a pályarészt. Tehát a pályarészek között lehet mozogni, de amíg azon a pályarészen vagy, akárhányszor meghalhatsz, már nem jönnek vissza a halottak az élők sorába. Ami tetszett, mert ez megkönnyíti a dolgodat, ugye. Na hát most ezt is átugorjuk, most ezt nem fogjuk végighallgatni, amíg ezeket végigpofázzák az egészet, de ez a kígyó nyitja majd nekünk itt meg az utat. Majd egyre keményebb ellenfeleink lesznek, és egyre jobb fegyvereink. Tudjátok, hogy mire emlékeztet ez a játék? Mégiscsak a Thief nevű játékra.
Abba voltak ilyen hasonló fajta zombik. Igen, ez pont abban a korban is volt, hogyha jól emlékszem. Tehát nem csak a Kingpin-re emlékeztet, hanem... ez egy ilyen mix, a Kingpin és a... és a Thief nevű játéknak a... kereszteződése lehetne talán. Van, hogy ezek a rohadékok így bujkálnak a mocsarakban. Engem ez a játék mostanra már nem kötött le, tehát én nem játszottam vele túl sokat, csak belekukkantottam, hogy hát ilyen is volt. Valószínűleg a 90-es években azért több időt töltöttem volna vele. Ilyenkor jövök rá, hogy mennyi mindenből kimaradtunk. Amit érdemes lett volna játszani. Vannak különbözőféle gétek, amiket... hát, hogyha van rá elég energiánk, akkor megnyithatjuk őket. Ezek ilyen átjárók különbözőféle helyekre. Ez régen valószínűleg nekem nagyon tetszett volna. Elég sok dolog van, ami megragadta volna a fantáziámat a 90-es években. Ugye mostanra már eléggé nagy elvárásaink vannak egy játékkal szemben. És én azon gondolkoztam, hogy mi volt az az időszak, amikor bejött egy olyan fajta megoldás, ami már úgy, ahogy elviselhető volt, meg tetszett nekünk. Amikor azt mondtuk, hogy na ez az, ami nekünk tetszik, ez a fajta minden. Szóval amikor azt mondhattad egy játékra, hogy na ez 100%-ig nekem tetszett, amiben tényleg minden benne van, amire vágytál gyakorlatilag. Nézzétek, itt tetszik, ahogy vissza táncikál a Coco Jumbo. Hát ugye Amala mondta, hogy neki most ez a Last of Us második része, ami nagyon-nagyon tetszik, és megtalálta megint élete játékát. Képek alapján tényleg nagyon jónak tűnik, tetszenek a karakterek is, ahogy megcsinálták. Nekem azt tetszik, hogy a Sony mindig arra azért odafigyel, hogy a karakterek nagyon smakkoljanak, tehát tényleg jól néznek neki. És hát várjuk a játékot, amire én hozzájutok, az valószínűleg még egy fél év, addig még azért jön egy és más, de majd mikor megkaparintom, akkor arról is fogunk majd egy végigjátszást csinálni, ahogyan tettük azt a Last of Us 1-nél. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy ami késik, az nem múlik, ugye? Úgyhogy én is vele akarok kóstolni. Na, hát én eddig jutottam el ebben a játékban, hogyha tetszik nektek ez a játék, akkor töltsétek le, kellemes szórakozást hozzá. Ja, még Amala a videójához annyit hozzáfűzök, hogy nagyon tetszett, és csak így tovább, úgyhogy jöhetnek a többi bemutatók is. Ugye ennek így van értelme, hogyha hogyha ti is mutatjátok, hogy azért nektek mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, hogy körülbelülre be tudjuk lőni, hogy melyik játékokkal érdemes játszani még most is. Na, én itt búcsúzok, remélem tetszett a videó, sziasztok!